Ahogy az előző részben is mondtam, ellátogattam ide a Haldorado centrumba, Kiskunhalasra, az ország egyik legjobban felszerelt horgászboltjába, azért, hogy megmutassam, melyik horgászbotot és orsót ajánlom azoknak, akik úgy gondolják, hogy el szeretnék kezdeni a metód technikát. Nagyon fontos, ebben a részben a megfelelő horgászbotot fogjuk együtt kiválasztani, a következő részben pedig az orsót. Tartsatok velem! Sziasztok! Mint látjátok, óriási a bot kínálat, amelynek csupán egy részét képezik a féderbotok, ezek itt találhatók, de ez is roppant bőséges, nehéz benne eligazodni, de hát azért vagyok itt, hogy segítse. Sokan gondolják úgy, hogy egy kezdő horgászbot vásárlásánál a legfontosabb szempont az ár. Azonban ez csak részben van így, ugyanis bizonyára kezdőpecások közt is akad olyan, aki megengedhet magának egy drágább árfekvésű botot. Az azonban biztos, hogy kezdőként egy magasabb szintű, magasabb kategóriú botnak az előnyeit nem fogja tudni kihasználni senki. Éppen ezért szeretnék első körben áttekintést adni a By the Metin Feder botokról, mégpedig úgy, hogy megmutatom, melyik mire való, milyen harra, milyen módszerre horgászunk vele, és legfontosabb, hogy kinek ajánlom. Kezdjük mindjárt a sort a jelenlegi botszériánk csúcsbotjával, amely a Royal Method Carp. Ez a professzionális metodhorgászoknak való féderbot, mind dobási, mind halfárasztási tulajdonságai kimagaslóak. Ezt inkább azoknak ajánlom, akiknek már komoly tapasztalatuk van a féderezés, sőt, inkább a metodozás világában. Jó halnak ígérkezik. Belefeszült az elején a 420-as botba, de most már kezdi lejjebb adni. Vagy mégsem? A következő a sorban, ami ide ki van téve a botárványra, az a Master Carp Pro sorozat. Ez már egy több éve futó széria, amely nagyon sok ponthorgásznak okozott már örömöt, köztük nekünk is. Ebből a családból a legkedveltebb a 390-es és a 420-as long cast bot. Ezek a botok, ezek arra lettek specializálva, hogy a végszeléket minél távolabbra lehessen velük bevetni, mind a nyíl hossza, mind pedig a bot rugalmas anyaga ezt a célt szolgálja. Ezeket a tulajdonságokat kezdő horgászok nem igazán tudják még kamatoztatni, és aztán lépjünk is tovább. Ha már arról van szó, hogy egyes botfajták specializálva vannak bizonyos technikákhoz, akkor érdemes megemlíteni a By the Metin Feder Pro Method Feder botokat, amelyek kifejezetten a finomszerelékes metodhorgászok igényeihez lettek szabva. Ezek a haladó szintű metodhorgászok közkedvelt botjai, azonban ezek különlegesen rugalmasak lágybotok, amelyek nem annyira tolerálják a kezdeti ügyetlenkedést, így aztán azoknak, akik még csak a kezdeti szánypróbálgatásnál tartanak a vízparton, ezeket nem ajánlom. Sorban a következő az én személyes kedvencem, a Fine Carp, amely kifejezetten a haladó és a profi horgászok kezében lehet hatékony fegyver, ez egyaránt alkalmas keszekhorgászatra és finomszedékes ponthorgászatra is. Évek óta hűtársaim ezek a botok a professzionális versenyeken. Ezeknek a pecáknak pont az ellentéte a By the Metin Feder Big River Feder bot család. Ennek tagjai igazán erős, határozott botok, amelyek kifejezetten a gyors folyású vizek meghorgászására való, az garantált, hogy ebbe egy kezdő sem tudnak eltenni, azonban egész egyszerűen nem álló vízi körülményekre lett ez készítve. Szándékosan a végére hagytam azt a bot családot, amelyet kifejezetten ajánlok azoknak, akik szeretnék megtanulni a féder technikát, azon belül is a metodozást. A Power Fighter féder sorozat, mint azt látható, rendkívül széles méretválasztékban érhető el, hiszen a 270 cm-től egészen a 420 cm-es méretig mindenki talál magának megfelelőt, így aztán lehet alkalmazkodni mindenkinek a kedvenc horgászvizéhez. Ez egy rendkívül erős anyagból és nagyon fontos, rugalmas és toleráns anyagból készült horgászbot, amely nagyon jól bírja a kezdeti ügyetlenkedéseket is, így aztán kifejezetten ajánlom kezdő horgászoknak. Ugye az előző részben elmondtam, hogy azoknak, akik szeretnék megtanulni a metód technikát, a kicsi és közepes méretű, jól, intenzíven telepített állóvizeket javaslom gyakorlópályának. Ehhez
A szituációhoz legalkalmasabb a 360-as heavy és extra heavy horgászbot, ugyanis ezekkel könnyű elsajátítani a dobást és a halfárasztást egyaránt. Megvannak tehát azok a faderbotok, amelyekkel elsajátíthatjuk a horgászat alapjait, azonban ezekhez még orsó is kell. A következő részben megmutatom nektek, hogy a széles választékból melyek azok, amelyek alkalmasak ezekhez a pecákhoz. Tartsatok velem akkor is, irány az orsófal!